Sziasztok! Újra hétfő este van, 7 óra, és ahogy már megszokhattátok, egy újabb kézre fellel érkezek, ráadásul egy Seiko 5 Sportsos kollabos órát hoztam nektek. Ez mindig azt jelenti, hogy egy nagyon színes videó lesz, hiszen ezekben a kollabokban olyan japán popkultúrához tartozó személyekkel, vagy animékkel, rajzfilm sorozatokkal szokott a Seiko együttműködni, aminek minden részletei nagyon érdekesek. Ez nem lesz másképpen ma sem, úgyhogy tartsatok velem. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Seiko Boutique YouTube csatornája. Nem telik el nemhogy év, de most már hónap sem, anélkül, hogy a Seiko 5 Sports nem jönne elő valamilyen kollabbal. És ez mindig nagyon jó, mert újabb sztorik kerülnek az órák mögé, és mindig lehetnek olyan érdeklődők itt a kis hazánkból is, távoli Japántól, akiket az adott anime vagy adott főhős inspirál, és ezek a gyűjtők ezekre az órákra így le tudnak csapni. Meg kell mondanom őszintén, hogy ameddig ez az óra nem jött szembe és nem mutatták be nekem a gyár részéről, addig én nem sokat hallottam a maszkos motorosról, hiszen egyrészt 55 évvel ezelőtt volt, és még szerencsére nem vagyok ennyire idős, de másik oldalról ezek a történetek azért elég kevés emberhez jutnak el, eléggé keveseket érintenek meg. Ennek ellenére ennek az órának a híre már kikerült a honlapunkra, illetve e-mailben is kiküldtük nektek, és ezért is hívom fel a figyelmeteket, hogy nem elég csak a YouTube csatornánkat követni, hanem a hírleveleinkre is iratkozzatok fel, hiszen alkalomattán lehet, hogy ott előbb kaptok hírt. Szóval a kiküldött levelek alapján rögtön meglepően nagy érdeklődés mutatkozott ez az óra iránt, és elfogyott már elővételben ennek a limitált kiadásnak a Magyarországra szánt darabjai. Ennek ellenére azt gondolom, hogy érdemes ezt megmutatni, hogy egyszer volt egy ilyen óránk is, mert hogyha esetleg a jövőben kijön egy későbbi kiadása ugyanennek, és felkeltettem most az érdeklődéseteket, akkor a legközelebb már nektek is lesz arra lehetőségetek, hogy ezt az órát a kezetekbe vegyétek. Mielőtt elkezdem a motorosnak a történetét elmesélni, gyorsan esünk túl az SKX tokozaton, és akkor elmondom, hogy 42 és feles a tokátmérő, 13,4 mm a tokvastagság, egy 4R-es szerkezet van benne, ami egy kicsivel több mint 40 óra járástartalékot biztosít, hardlex üveggel és 10 báros vízállósággal. Mindez egy nemes acél tokban készül, úgy, ahogy általában a Seiko 5 Sport óráknak a 95%-ára ez igaz. De ez nagyon jó, hogy így van, hiszen ez a tok egy nagyon kedvelt tok forma, és ehhez jön hozzá mindig egy-egy olyan kollab, ami ezt a tok formát kiszínesíti és élettel tölti meg. Tehát a maszkos motoros a mai témánk, és erről pedig annyit kell tudni, hogy 55 évvel ezelőtt rendkívül sok híres hős jelent meg Japánban, amelyek mind világmegváltó, világmegmentők voltak, és ennek az egyike volt a maszkos motoros. Ez a motorosnak egyrészt nagyon egyedi voltak a szemei, hiszen egy két ilyen bogár szem az, ami mindig előjött, amikor elkezdett valakit üldözni, vagy maga menekült mások elől. A másik oldalról pedig maga a ruházata volt egyedi, a sisakja, és nagyon jellegzetes volt ez a piros színű sája, ami mindig a nyakán tekergett, és mindig lebegett maga mögött, amikor a különleges versenymotorjára felpattant. Hogy a történet egész pontos legyen, annyit kell róla tudni, hogy a 70-es évek legelején készült egy tévésorozat, Masked Rider, vagy ahogy Japánban Kamen Ridernek nevezték, és ennek a főhőse akkor Takeshi Hongo volt, ma már ennek a franchise-ában különböző szereplők testesítik meg a főhőst, aki akkor egy motorkerékpár nyergében üldözte a világot fenyegető szervezetet. A sorozat később egy teljes franchise rendszer lett, amely nem állt meg a tévéképernyőknél, készült belőle eddig több mint 33 sorozat, és nem csak Japánban, hanem különböző országaiban a Földnek, több mint 10 film, színházi előadások, manga, anime, különböző művészeknek az együttműködésével. Hogy a mértékét vagy a nagyságrendjét éreztessem, azt jól mutatja, hogy eddig közel 600 milliárd forintnyi bevételt termelt, és több mint 14 millió példányban adták el csak a hivatalos csatornákon keresztül ennek a főhősnek az övét. De akkor térjünk át az órára, és erről az óráról ugorjunk egyből az eredetihez, amit Takeshi Hongo
egy akkor 68-ban az első filmjében viselt, az 51-26-89-es szerkezett tokszámú modell volt, és ennek az órának a dizájnja inspirálta a mai kiadást is. Mind a mellett egyébként a gyűjtőknek ez a régi eredeti kiadás is egy nagyon keresett darabja. Hogyha megnézzük az eredeti kiadást, akkor azt látjuk, hogy ez egy szálpolírozott lünetta, és egy kicsit ilyen mattos tokot képviselt. Maga a számlapot sötét színű volt, és egy piros másodperc mutató. Viszont ezzel szemben, hogyha az aktuális modellre nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy megmaradt a piros másodperc mutató, azonban a számlap egy mély zöld színt kapott, aminek van egy nagyon érdekes textúrája, egy kicsit olyan smirgli-szerű, de ez igazából a motorosnak a sisakjának a textúráját kapta meg. A tok az teljes egészében az eredetivel megegyező módon került kialakításra, tehát a tok az nem is polírozott, hanem az is egy hasonlóan maszkolt tok, de megmaradt a lünettán ez a körkörös, picit bevágott szálpolírozás, ilyen pici redők láthatóak. Azonban ez a piros szín nem csak a másodperc mutatón látszik, hanem a szíjon és a hátlapon is. De hogy ide eljussunk, ahhoz először ki kell csomagolnom az órát ebből a dobozból, és akkor most mutatom meg nektek, hogy ennek a kollabos órának is természetesen egy teljesen egyedi dobozt készített a Seiko, amin a Seiko 5 Sports logó és a Tachibana Racingnek a logója látható. Ez a név, ez pedig ennek a maszkos motoros által használt versenymotornak a neve. Tehát ez a logó látható itt, és hogyha kinyitom a dobozt, akkor már láthatjátok azt az akril lapot, ami ennek a doboznak az egyik különlegessége, és az óra fölött van, egy kicsit félbevágva, nekem elsőre egy kicsit olyan terminátoros feelinget adott, de itt pontosan le van írva az órának a specifikációja, és az is, hogy melyik alkatrészét az órának hogyan hívják, illetve ennek a Tachibana Racingnek a logója is a jobb felső sarokba. Ha ezt az akrillapot kiveszem, akkor utána jelenik meg az óra, de még ennek is van egy szivacs része, hiszen ez rögzíti a dobozban az órát, és utána pedig, hogyha ezt kiveszem, akkor jutok hozzá az órához, és akkor most visszatérhetünk ahhozokhoz az elemekhez, ahol a mondatomat az előbb félbehagytam. Tehát, hogyha megfordítom az órát, akkor itt láthatjátok, hogy a külseje az sötét színű, belül ennek a sálnak a színnére van festve a bőrszíj, és az óra üveg hátlapján pedig szintén ez a Tachibana Racing logó látható, benne a piros R betűvel a versenyzésre utalva. Mivel a design elemein a videó elején már végigmentem, ezért rögtön ugorjuk is át ezeket a mondatokat, nem akarom újra megismételni magam, és következzen a videó formátumára is utaló név, a kézre felmozdulat. A bőrszíj az egy hasított marha bőrszíj, aminek a használat elején van egy pici meressége, amit néhány napi használat után ez a szíj egy picit azért bepuhul, és akkor kellemesebben hajlik az embernek a csuklójára. Aki rendszeresen követi a videóimat, az már pontosan tudhatja, hogy az én csuklomnak a kerülete az 19 cm, és akkor így tudjátok elképzelni azt, hogy a 19 cm kerületű csuklómon ez a 42 és feles SKX tok, ez hogyan áll, és el tudjátok képzelni akkor, hogy a tieteken ez körülbelül hogyan mutathat. Amikor én először ezt az órát láttam, akkor egy pici hiányérzetem volt, akkor még nem volt meg ez a történet, addig nekem egy kicsit ilyen tompa, acéltokos óra volt. De most, hogy megismertem ezt a maszkos motorosnak a történetét, most igazán feltöltődött élettel, és egészen más szemüvegen keresztül nézem ugyanezt az órát. És elmondhatom, hogy egyrészt ennek a számlapnak a kialakítása egyszerre nagyon retro is, de egyszerre nagyon modern is. Nagyon tetszik ennek a számlapnak a zöld struktúrázottsága,
és nagyon tetszenek rajta a rövid és vékony indexek, és ennek a kettőnek az összhangja szerintem nagyon szép egyensúlyban van. Én mindig nagyon szeretem, hogyha a másodperc mutató, vagy valamelyik mutató, aminek funkciója van, annak a színe előtt a számlaptól, vagy az egyéb mutatóktól, és éppen ezért ennél az óránál is ezt egy szép elemnek tartom. A lünettának és a toknak a visszafogottsága, az még külön kiemeli magát a számlapot és a másodperc mutatót, és hogyha meg ezen felül még tudom azt, hogy a színnek a belső fele az más színű, mint a külső, akkor az még ad neki egy pici plusz extrát. A videó vége felé mindig felszoktam tölteni a LumiBright elemeket fénnyel, ezt követően pedig lekapcsolom a villanyt, hogy ti is láthassátok, hogy hogyan világítanak ezek az elemek, és hogyha most is megtörtént ez a lámpa lekapcsolás, akkor már ti is látjátok, hogy egy nagyon érdekes része az órának az, hogy a lünettán található pozícionáló pötty a zöld színnel világít, azonban a mutatók és az indexek az órán azok pedig kék színnel. Most, hogy visszakapcsoltuk a világítást és újra láthattok engem, már csak két információ maradt hátra. Az óra már sajnos nem kapható, hiszen elővételbe elfogytak, az ára pedig, ami a másik lett volna, a 180 ezer forintos javasolt fogyasztói ár volt. Azonban még egy bónusz információ, az óra cikkszáma, ami SRP91K1 volt, mert hogyha valaki esetleg hozzájutott ilyen órához és el szeretné adni, ti pedig kerestek ilyet a neten, akkor ez a cikkszám után kell keresni. Ha további információt szeretnétek megtudni az óráról, akkor keressétek fel a honlapunkat. Itt a videó alatti leírás részbe beteszem a linket hozzá, mind a hírről, mind pedig az órának a terméklapjáról, és onnan minden információt megtudtok. Ha ezen felül valami még érdekel, akkor vagy írjatok az infokukat@seikobutik.hu címre, vagy itt a videó mellett, vagy alatt írjátok meg, és én itt leszek, igyekszem válaszolni rá. Remélem, hogy ez a Seiko Fly Sportos kollabóra is tetszett, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, vagy esetleg azt is, hogyha nem a maszkos motoros volt a kedvencetek, akkor melyik másik kollabos óra az, amelyik után ti kerestek. Remélem, hogy tetszett a ma esti videó is, igyekeztem minél több információt összeszedni, hogy át tudjam adni nektek. Ha tetszett, akkor egy lájkkal jelezzétek, előre is köszönöm. Ha nem tettétek volna meg, akkor iratkozzátok föl a Seiko Boutique Budapestnek a YouTube csatornájára, mert akkor fogtok kapni mind a YouTube-tól, mind pedig tőlünk is egy értesítést, hogyha a következő videónk megjelenik. Ami nem lesz máskor, mint legközelebb a szokásos péntek esti 7 órakor, akkor pedig már Andrással együtt várlak titeket, és fogunk bemutatni nektek egy újabb Seiko órát, egy picit részletesebben, egy picit hosszabb mondatokkal, de ez talán a péntek esti lazulásban már belefér. Sziasztok!